Félbe vágják a frissen szedett meggyes egyházi dinnyéket ennél a csarnokbeli árusnál. Ezek a piros belőek mind Békés megyéből érkeztek, és igencsak kelendőek a győri piacon. Az elmúlt hetekben egyre jobban felpörgött a dinnyepiac, ráadásul a zöldség ára is folyamatosan megy lefelé. Jelenleg már csak 89 forint kilója az édes dinnyének, aminek egyelőre a jól ismert népi hiedelem sem ártott. A szeptember 10-i dátum viszont fontos lehet a dinnyekedvelők körében. Szeptember 10-e után az igen, de annyira nem foglalkoznak vele még. Úgy kérdezik a vásárlók, mondogatják, de azért annyira nem foglalkoznak még. Inkább ilyen hiedelem, hogy annyira nem foglalkoznak vele. Az elmúlt hetekben azért nagyjából beindult a dinnye szezon, mennyire pörög ez a piac? Hát igen, most igazán, most indult be. Bár a dinnye akkor fogy igazán, ha meleg van és süt a nap, azért ezen a nyáron nem igazán panaszkodhatnak a kereskedők, akik úgy számolnak, hogy szeptember 10-éig, Lőrinc napig még komoly forgalmat bonyolíthatnak. Nekünk általában finomak a dinnyeink, úgyhogy visszajáró vevőink vannak meg, hogy finom. Az árat nem mindig nézik, inkább, hogy minél finomabb legyen, édesebb. Ráadásul vannak olyan dinnyefajták, amelyek még Lőrinc után is igen finomak. Cece környékéről például ide a győri vásárcsarnokba is hoznak olyan zöldséget, ami akár szeptember végéig is finom, édes és ízletes.